Urak és szolgálók címmel a 18. századi arisztokrácia mindennapjairól rendezett konferenciát pénteken a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum. A tanácskozás előtt megtartott sajtótájékoztatónap program szervezője Szappanos Gábor azt mondta, rendkívüli érdeklődés övezi az eseményt. Az Erkel Ferenc területi múzeumnak és az összes Miklós Kft. Kiállító helyének is egy nagyon jelentős alkalom ez a mai, hiszen nagyon fontos, hogy a tudományos tevékenység és a konferencia is megfelelő hangsúlyt kapjon a múzeum életében. És természetesen a későbbiekben is ez a téma kiaknázhatatlan, még tervezünk ezzel esetleg tanulmánykötetet, vagy később is foglalkozunk vele. Itt két olyan napló, illetve feljegyzés maradt ránk a 18. századból, amelyek önmagunkban is elég ritkák. Erdész Ádám, a konferencia levezető elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon ritka az, hogy a 18. századból két olyan napló is fennmaradjon, melyek ráadásul nagyjából egy időben születtek és hasonló témát dolgoznak fel. A konferencia több témája is ezekre épült, ahogy arról is szó esett, hogy egy házasság révén hogyan kapcsolódott össze a nagy múltú Károlyi és a frissen főnemesivé vált Harukkán család. Komoly birtokszerző politikát folytatott, amit a fia ugyancsak vitt tovább. A Károlyi birtokokat alaposan megnövelte, viszont ez idő alatt a família alaposan eladósodott, azaz, hogy a stabilizálás érdekében szükség volt egy jó házasságra, itt szét is küldték a maguk embereit, hát itt egy-két szeméről van szó, és az egyik azzal írt vissza az ifjú Károlyi Antalnak, hogy szebbet, jobbat semmilyen tekintetben nem lehet találni, mint Harukkán Józsefa, aki szép fiatal hölgy volt, mellesleg, és mindazokkal a háttér erőkkel rendelkezett, aminek a Károlyi családnak szüksége volt. Az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője Liska András arról beszélt, ez a program nem csak a történész szakma, hanem a múzeum számára is fontos, hiszen a tudományos élet képviselői jobban megismerhetik a fürdővárosi gyűjteményt. Egy rangos tudományos tanácskozásról van szó. Egyrészt nem titkolt szándéka a intézményünknek, hogy az Erkel Ferenc Múzeum, ugye a Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Működteti az Erkel Ferenc Múzeumot, szervezésében kerül megrendezésre a mai napon ez a konferencia. Egy picit az is célunk vele, hogy a hazai múzeológiai tudományos térképre egy picit jobban fölkerüljön az intézményünk. Liska András elmondta, terveik szerint a Gyulai Katalógusok sorozat következő 16. kötetében a konferencia anyaga írásban is elérhető lesz.